túl a csúcson. A forróság miatt hamarabb véget ér a dinnye szezon. Egy milliárdos fejlesztés. Átadták Békésen a kézilabda munkacsarnokot. Csirkefogók a vízben. Bajnoki idényre készül a Csabai Vízilabda Klub. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Enyhén emelkedett a koronavírusos megbetegedések száma. Egy hét alatt több mint 14 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Olvasható a pandémiás statisztikákat bemutató oldalon. Eközben a szennyvízben mért örökítőanyag koncentráció az országos átlagban stagnál. Emelkedés Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szegeden és Szombathelyen tapasztalható, míg csökkenés a Budapest környéki településeken mérhető. A koncentráció 18 mintavételi helyen a mérsékelt, míg 4 település esetében, köztük Békéscsabán, az emelkedett tartományba esik. Azt is közölték, a kormány és az operatív törzs folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz. Kigyulladt az ősgyep Batonya külterületén kedden kora délután. A száraz fű nagy területen égett. A tűzesethez a mezőkovácsházai és a batonyai önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik több vízsugárral és kéziszerszámokkal igyekeztek megfékezni a lángokat. A tűzoltók munkáját az erős szél is nehezítette. Néhány órával később hasonló problémával kellett szembenézniük a békéscsabai és a gyulai tűzoltóknak is, akiket egy elek közelében kialakult tűzhöz riasztottak. Több helyen, mintegy 25 hektáron égett a szárazfű, tarló és gyepes terület. A tűzoltók körülhatárolták a lángokat és eloltották a tüzet. Az extrém hőhullám miatt az idei dinnye szezon csúcs időszaka jelentősen lerövidült. A későbbre időzített tételek is korábban értek be, a termés átlagok pedig lefeleződtek, harmadolódtak. A legtöbb megyében a dinnye szezon a héten véget ér. Láncban szedik a földekről a görög dinnyét Békés megyében. A hazai termés 40%-a itt terem meg. Ez egy tökéletesen szép érett termésnek kell, hogy legyen. A minőség kiváló, mézédes a dinnye ezen a medgyesegyházi termőföldön. A békésmegyei gazdák ezen a héten felszedik az összes gyümölcsöt, és ezzel véget is ér a munka a földeken. Erről a területről, amit itt látunk mögöttem, gyakorlatilag tavaly a dupla mennyiséget tudtuk leszedni az idejével szemben. A kánikula miatt a termés átlagok elmaradtak idén a szokásostól. Van, ahol hektáronként 20 tonnával kevesebb termett az előző évekhez képest. Ráadásul a hőség és a szárazság miatt a vártnál korábban éred be a gyümölcs. Éppen ezért a dinnye szezon idén hamarabb érhet véget. Arra fordítja a növény az energiáját, hogy ő megvédje önmagát, és ugye nem a termésekre koncentrál. Ezt a vízmennyiséget ugye a csepegtető szalagokkal nem tudják pótolni a gazdák, így azért azt mondható, hogy nem lesznek annyira darabosak a dinnyék, kisebb állapotban fognak beérni, és így ugye egy komoly súlyveszteség éri a gazdát ilyen időjárási körülmények mellett. A szakemberek szerint, bár még csak július második fele van, a dinnye szezon elérte a csúcsát. Ez egy kicsit keményebb húsú, mert ez magszegény. Ő puhább húsú. Moknács György közel fél évszázada foglalkozik dinnyetermesztéssel. A portékáját a piacon értékesíti, ahol a görög dinnye kilója most átlag 300 forintba kerül. Addigra, mire ez a igazán száraz idő a légköri szárazságával együtt megjelent, én magam személy szerint az első terméskötődések terméseit már a piacon értékesíteni tudtam. Igen, de nyilván azért ültettünk és azért gondozunk ezt a növényt így, hogy a második terméskötődés termése hozza majd talán azt a pluszt, ami számunkra azt jelenti, hogy nem szabad abbahagyni jövőre sem. Mag nélküli, csíkos, sárga és fekete héjú. A piacokon magyar dinnyéből még most nagy a választék. Sokan kifejezetten a hazait keresik. Ki tudom én azt várni, míg a magyar dinnye megjelenik. Szóval ez a fő szempont, hogy a magyart vegyem, ne a külföldit. A szakemberek szerint a jelenleginél alacsonyabb árakra már nem lehet számítani, sőt valószínűleg drágulás várható. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy hiánytól nem kell tartani.
A hazai piac ellátása bőségesen biztosított. Elkezdődött az idei első természetbúvártábor az egész országban egyedülálló természeti szépségű Szarvasi Arborétumban. A gyerekek ezen a héten számos állat és fafajjal ismerkedhetnek meg közelebbről. Horváth Szabolcs tudósítása következik. Itt azért igazi természet közeli élményt kaphatnak a gyerekek, azért eddig gyűjtögettek, kutattak, felfedeztek, mikroszkóp alá vettek, és a tegnapi napon például a leglényegesebb volt a vizes élővilág, a vizes élőhelyek megismerése, vagy éppen a halaké. Én Kugyellani Décsei Mónikához, kommunikációs vezetőhöz fordulok. Mi történik egyébként itt a srácokkal a mai napon? Sok mindent látunk a kezükben, van itt cica, van hal, és még sok egyéb más. Hogy néz ki egy ilyen természetbúvártábor, és mennyire sokrétű a történet? Nagyon-nagyon bonyolult egy ilyen tábor, hiszen az egész arborétummal, az egész környező természettel foglalkozunk egész héten keresztül. És bonyolítja ezt tulajdonképpen az, hogy a megtervezett programok tetejére még a gyerekek is hozzák a sajátjukat. Így van ez például ma is, hiszen érkezett hozzánk egy kis házi kedvenc, egy aranyhörcsök személyében, de itt vannak azok a cicák, amelyek az arborétumban nőttek fel, és mivel nagyon picik, ezért mi úgy döntöttünk, hogy ezen a héten befogadjuk őket, etetjük és szeretgetjük ebben a táborban. Gondolom, hogy egyébként a gyerekek mindent megtudnak arról is, hogy mi a felelős állattartás. A természetben, ahogy látom, ott is jártak már, jártatok már, gyűjtögetés is történt. Mi lesz még? A mai nap a békákkal foglalkozunk, és mivel itt a Szarvasi Arborétumnak a legújabb attrakciójánál, a parkerdei élmények területén van egy gyönyörű szép tó, abban pedig rengeteg kecske béka éldegél. A gyerekek tegnap már ki is fogtak néhányat, és megvizsgáltuk őket, tehát ma a különböző békafajokkal foglalkozunk. Emellett a mai nap egyik feladata, hogy a táborunk névadója, a Tücsök természetbúvártábor emblematikus figurájáról is sokat megtudjanak a gyerekek, hiszen nagyon gazdag az állomány, és ebből is jó néhányat be tudtunk fogni, viszont fontos lesz, hogy megvizsgáljuk őket mikroszkóppal, egy-két tücsök tetemmel is találkoztunk, őket azért jobban górcső alá tudjuk venni. Mennyire fontos egyébként a srácok fejébe, a lányok és a fiúk fejébe az információknak a, hát mondjuk úgy, hogy az eltárolása, tehát azért itt nagyon sok minden megtörténik egyszer a ökoszisztémánk és minden egyéb más megismerésén keresztül. Ez a játszó tanulás, ez működik egyébként? Abszolút, és leginkább én azt mondanám, hogy a természetben lenni, azt megtanulni, az egy nagyon fontos, és a tapasztalati tanulás, hiszen az iskolában azért, akik természetismeretet tanulnak, és később ugye a biológiát, azért elmélyült tudásra tesznek szert, itt viszont tapasztalatban, a gyakorlatban ismerhetik meg ezeket az élőlényeket, meglátják, meg tudják figyelni, hogy hogy kókad mondjuk a fáknak a levele ilyenkor, amikor aszály van. Szemmel látható itt-ott-amott, hogy mekkora rések vannak a földben, és hogy mi miért van, ezt ebben a természeti környezetben tudjuk elültetni a fejükben, és így kapnak ők magyarázatot. Nagyon szépen köszönjük. Tehát ahogyan hallottuk és láttuk, igazi természet közeli környezetben, hangulatban, tapasztalati tanulás, információszerzés és élmények itt a Szarvasi Arborétumban, Magyarország legszebb és, ha jól tudom, legnagyobb fás gyűjteményei között. Kézilabdás hírekkel folytatjuk. 1,1 milliárd forintos állami támogatásból épült kézilabda munkacsarnok Békésen, amelyet szerdán adtak át. Az új létesítményt elsősorban a Békési Férfi Kézilabda Klub utánpótlás korú sportolói veszik birtokba, de az oktatási intézmények diákjai is használhatják majd a jövőben. A Békési lett a 17 közül a második kézilabda munkacsarnok az országban, amely elkészült a Nemzeti Sportközpontok programban. A város polgármestere elmondta, az új létesítményt nem csak a kézilabdázók használhatják, hanem a két legközelebbi oktatási intézmény is itt tarthatja a testnevelés órákat. Azt gondolom, hogy ezzel a csarnokkal egy olyan új arculatot kap, ami ha valaki végig megy a Fáj utcán, azt látja, hogy egy gyönyörű, a tájba illeszkedő sportcsarnok, egy futópálya, egy kondipálya, nagyon sok minden olyan szabadidős helyszín van, ami nem csak az élsportot szolgálja, hanem a itt lakók mindennapi életét. És ez a csarnok is, bízom benne, hogy ezt fogja szolgálni az elkövetkező időszakban.
A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány 2010 óta megháromszorozta a szabadidős sportra, és több mint duplájára emelte a diáksportra jutó támogatásokat. Dankó Béla hangsúlyozta, az új munkacsarnok a sportszakmai munka mellett a mindennapos testnevelést is segíti. 2012 óta, amióta bevezetésre került felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés, mára elértük azt, hogy az országban 1,2 millió gyermek sportol minden nap a tanítási időben. Ezáltal is sokkal egészségesebbé, boldogabb emberré válva. Az 1700 négyzetméteres csarnokban a kivitelezők 150 ülőhelyes nézőteret, konditermet, szertárt, öltözőket, irodákat és mosdókat alakítottak ki. Az új létesítményben a békési FKC utánpótlás edzői látják majd el a szakmai munkát. 15-20 évvel ezelőtt elindult egy olyan utánpótlás fejlesztés itt Békésen, sok mindennek köszönhetően, hogy ma az ország egyik legjobb utánpótlás képző csapata. Bizonyítja ezt azt is, hogy az ország 5 olyan csapatában vagyunk benne, ahol a utánpótlásban mindenki az első osztályban játszik. A békési férfi kézilabda klubnak jelenleg 168 játékosa van, ebből 150-en utánpótlás korúak, akik közül 31-en óvodába járnak. Az egyesület a megnövekedett létszám mellett nehezen tudta megtartani edzéseit a régi helyszínen, ezért a munkacsarnok megépülése egy újabb mérföldkő az 1958-ban alapított egyesület életében. Óriási dolog lesz ez a sportszervezetünk életében, hiszen idáig azért versenyidőszakban egy három idősávos keretünk volt délutánonként a városi sportcsarnokban. Itt azért jellemzően félpályán is kellett edzenünk az utánpótlásainkkal, és nem kell elmondani, hogy az egész pálya vagy a félpálya közt óriási minőségbeli különbség van. A békési FKC a tervek szerint a legtöbb utánpótlás edzését és mérkőzését az új munkacsarnokban tartja a jövőben. A felnőtt együttes a tréningjeit és NB1-s bajnoki találkozóit továbbra is a városi sportcsarnokban rendezi majd. Megkezdte a felkészülést a következő bajnoki idényre a Csabai Csirkefogók Vízilabdaklub, amely továbbra is várja az újabb fiatalok jelentkezését. A sikeres szezont teljesítő egyesület ezúttal is 9 csapattal vág neki az utánpótlás bajnokságoknak. Kedden délelőtt úszóedzésekkel készültek a Csabai Csirkefogók fiatalabb korosztályos együttesei. Az edzők esténként tartják a labdás tréningeket. Nagyon keményen dolgozunk, már a második héten vagyunk itt a felkészülésbe, és reggelente napi két edzésbe vagyunk, reggelente úszunk és erősítünk, esténként pedig inkább labdázunk. A felnőtt együttes játékosai továbbra is az OB2-ben ugorhatnak majd medencébe. Az előző szezonban a Csabai Csirkefogó gyermek, serdülő és ifjúsági csapatai az országos bajnokság A2-es csoportjában szerepeltek. A klub célja, hogy utánpótlás együtteseivel jövőre is bejusson a felsőházba. Tavaly ugye én még a gyerekkorosztályban játszottam, a szezon első fele az nagyon jól sikerült, a szezon második fele pedig már enyhén csalódáskeltőre sikerült. A csapat vezetőedzője hangsúlyozta, hogy döntően utánpótlás nevelő klubnak számítanak, ezért a fő céljuk az, hogy a városban élő fiatalokkal megismertessék a sportágat. Fodor Ádám hozzátette, hosszú távon szeretnék megtartani az általuk felnevelt fiatalokat, de ez egyáltalán nem egyszerű, mivel a legjobbakat a nagyobb klubok elcsábítják Békés Csabáról. A felkészüléssel párhuzamosan jelenleg a toborzási időszak zajlik. A vízilabda pont egy olyan sport, amivel nehéz későbbiekben elkezdeni, amikor már valakinek 2-3-4 éves hátránya van, mert akkor még elkezdeni úszni, tanulni, és a többi, és utána rengeteg meccshiánnyal kezd valaki. Tehát javasol azért a 6-7-8 évesen elkezdeni ezt a vízilabdát, úgyhogy főleg ezt a korosztályt toborozzuk idén is. Nem csak Békés Csabán, Gyulán is van egy fiók csapatunk. A klub egész nyáron 10 alkalmas ingyenes úszásoktatást tart azon fiatalok számára, akik szeretnék elkezdeni a sportágat.
Ezt követően az újonnan érkező gyermekek előkészítő csoportban ismerhetik meg a vízilabda alapjait. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!